Megnyitó beszédekkel és köszöntővel kezdődött az a sportnap a Rudas Középiskola tornatermében, amely a Magyar Speciális Olimpia Szövetség szervezésében jött létre. A regionális mozgáselmény sportnap célja az volt, hogy versenylehetőséget biztosítson súlyos, halmozottan sérült, mozgásukban korlátozott felnőttek és fiatalok számára. A Speciális Olimpia mozgalom keretein belül Dunaújváros ennek a sorozatnak egy fontos állomása volt. Hát a Magyar Speciális Olimpia most már hagyományszerűen Dunaújvárosban évtizedek óta jelen van. Hát évtizedek óta a mozgásélmény is, úgyhogy most már több mint 20 éve jelen vagyunk, és hát sajnos a pandémia minket is egy picit visszafogott ebben. 2 évig nem igazán tudtunk versenyezni, legalábbis a súlyos mozgásában korlátozott fiatalokkal. Nálam vannak a legsúlyosabb fogyatékkal élő emberek. Itt arra kell gondolni, hogy kimondottan önmagukat küzdik le. Állomásszerűen vannak a versenyszámok, és ezekben a versenyszámokban teljesítenek ők. Nagyon fontos, hogy itt Dunaújvárosban is megmutassuk magunkat, ugye itt a Móra iskola, akivel nagyon jó a kapcsolatunk. Olimpikonjaink is vannak, akik a téli világjátékokon és a nyári világjátékokon helyezettek, érmezettek voltak, ami nagyon nagyon büszkeség számunkra, hogy Dunaújváros és a polgármester úr nagyon támogatja a sporttal és a fogyatékkal élő embereket. Közel 6-8 csapatunk van 40 sportolóval, lesz egy megnyitónk, és utána a sportolók, ahogy mondtam is, egyenként önmagukat leküzdve leversenyeznek, egy szép kis díjátadó lesz, és hát igazából bízunk benne, hogy egy élményt adunk nekik. Az esemény részeként tehát különböző állomásokon kell helytállni a sportolóknak. Olyan feladatokat végeznek, amely számukra igencsak nagy kihívást jelent, ezért is becsülendő és elképesztő az a teljesítmény, amelyet bemutatnak. Úgy van, nekünk úgy tűnik, hogy egy kicsit bagatell, de nagyon nehéz feladatok. Tekebábú döntés, kislabdadobás, kerekesszékkel szalomozás, helyből távolugrás, kis plüssállatok bedobása hálóba. Ugye ez nekünk úgymond nagyon egyszerű feladatnak tűnik, de bizony nekik a korlátai hosszú évek gyakorlása után tudják talán végrehajtani a feladatot. Mozgás mindenkinek nagyon fontos, és itt idézőjelben épek vagy sérült emberekről beszélünk. A sport nagyon fontos, és főleg most ebben a világban mindenkinek a mozgás és a kimozdulás egy biztonságot és egy életminőséget jelent. Szemenyei István igazgató szerint a sportnap az iskola számára is az egyik legfontosabb események közé tartozik. Az intézmény szakmai programjában kiemelt szerepet kapott a sport, a lebonyolításban segítkező diákok értékes tapasztalatokat gyűjtenek, az pedig, hogy ezzel mennyit tanulnak mások megsegítéséről, szintén nem elhanyagolható tényező. Valóban évek óta visszatérő vendégeink a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség szervezésében ide látogató fiatalok, akiknek egy különleges mozgás élménynapot állítanak össze a szervezők. Ugye azt mindenki tudja talán, hogy az iskolánk elkötelezett a sport, és azon belül is az edzőképzés iránt. Erről szól a többek között a sportágazatos osztályunk. Tehát lehet ennek egy szakmai megközelítése is, hogy a speciális igénnyel rendelkező embereknek a sportolási lehetőségeit hogyan tudjuk megteremteni. Tehát a tanulóink, akik itt közreműködnek a lebonyolításban, komoly szakmai tapasztalatokat is szereznek. Ugyanakkor az iskolának valahol a szakma mellett az életre is kell nevelnie, és bele kell plántálni a diákjainkba azt, hogy vannak olyan társaink, embertársaink, akik különleges igényekkel rendelkeznek, akik valamilyen fogyatékkal élnek, és az ő támogatásuk az egyik legszebb emberi cselekedet. Tehát így érzékenyítve és szakmailag is fejlesztve a diákjainkat, számunkra ez a nap az egyik legértékesebb a tanév során. A kezdeményezés fővédnöke Pintér Tamás polgármester volt, aki szintén az esemény szociális fontosságáról, emberközpontú megközelítéséről beszélt. Mindenkinek megvan a manapság a problémája, a elszabadult energiárak miatt a mindennapi megélhetés is nehéz feladat manapság, de az olyan embertársaink iránt való tisztelet és elfogadás tanítása és az embertársaink felé nyújtott segítségnyújtás az minden esetben egy nagyon fontos feladatunk.
És ezt szeretnénk ezzel a sport eseménnyel is megmutatni, hogy mellettük vagyunk, és támogatjuk azokat az embertársainkat, akik olykor nagyon nagy nehézségekkel küzdenek meg a mindennapokban. A sport, én azt gondolom, hogy nagyon fontos olyan szinten is minden egyes ember számára, hogy közösségekben találkozhatnak egymással, tudnak kapcsolódni, és tudnak szocializálódni a mindennapokban. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség regionális mozgásélmény sportnapja tehát Dunaujvárosban érkezett el az utolsó állomásához. A szervezők bíznak abban, hogy a pandémiás időszakot követően az országos kezdeményezés probléma nélkül folytatódik majd.